Egy vintage díjat kapott a Zsolnai Színház. 2014-ben fél tucat előadást állított színpadra Pécsett a Teátrum. Öt civil szervezet közös egészségnapot rendezett hétvégén. Vívó szakosztálya közös ünneplésre invitálta az egykor vagy jelenleg is vívó vagy öttusázó pécsieket. Köszöntöm nézőinket, a Pécs TV híradóját látják január 9-én pénteken, tartsanak velünk! Made in Pécs díjat kapott a Zsolnai Színház. Az elismerést az év művészeti eseménye kategóriában a magazin éves díjkiosztó gáláján január 9-én adták át. A Zsolnai Színház 3 éve működik, 2014-ben fél tucat előadást állított színpadra Pécsett a Zsolnai Kulturális Negyedben. A Zsolnai Színház nem hagyományos kőszínház, itt főleg független társulatok alternatív nemzetközi szinten is díjazott előadásait mutatták be. Olyan témájú produkciókat választottak, amelyeket csak Budapesten tekinthetne meg a pécsi közönség. Ügyelni kellett arra is, hogy kiegészítsék a pécsi színházak kínálatát, mondja Kis Mónika, a Zsolnai Színház ötletgazdája. Igazából most már európai szinten is számon tartott társulat megfordult itt a Zsolnai negyeden belül. Úgyhogy szerintem ez óriási dolog, hogy ezt valaki észreveszi a városon belül, hogy van egy ilyen kezdeményezési szándék, hogy ezt a hiányt betöltsük, és igazából most van egy állandó, úgymond egy 200 fős állandó közönségem, hogy ezt mondom, hogy a Zsolnai Színháznak van egy állandó közönsége, aki várja és visszavárja ezeket a produkciókat, vagy hát az újabb és újabb független társulatokat és a legjobb előadásokat. A Made in Pécs Városmagazin figyel a Pécsett történő programokra. A lap 8 kategóriában kereste az elmúlt év legjobbját. A jelölés szubjektív volt, kizárólag a Made in Pécs szerkesztőségének véleményét tükrözi. Ennek értelmében az év művészeti eseménye a Zsolnai Színház lett. Az a jó, hogy ők nagyon figyelnek arra, hogy mi történik itt és most a városban, és igyekszem már pusztán ez a szavazással is mozósítják, felhívják a figyelmet a városlakosságnak, figyelmét, hogy ők is figyeljenek és ismerjék fel és el ezeket a kezdeményezéseket. Pécsre látogatott többek között a Nézőművészeti Kft. Színpadon mutatta be Ágota Krisztóf a Nagy Füzet című regényének színpadi átiratát a Szkéné Színház és a Forte Társulat közös előadásban. Az Orlai produkció pedig Gerlóci Márton népszerű regényét, a Csemegepultos naplóját adta elő. Itt volt látható a Zsidó és a Pesti című produkció is. Újra bíróság elé kellett állni a hétfőn egy 4 évvel ezelőtti pécsi kertvárosi gyilkosság elkövetése miatt annak a férfinak, akit korábban jogerősen felmentettek a bűncselekmény vádja alól. Az ügyészség szerint G. Balázs többször vásárolt kábítószert az áldozatától, vagy számítógép összerakásában kérte a segítségét. 2010. január 30-án éjjel is felment az ő Pécs kertvárosi Fáy András utcai lakásába. A két férfi dulakodni kezdett, a vádlott késsel elvágta ismerőse nyakát. Bár a poligráfos vizsgálat, egyes tanúvallomások, valamint a sértett nála megtalált mobiltelefonja arra engedett következtetni, hogy G. Balázsnak köze lehetett az esethez. 2012-ben a pécsi törvényszék is jogerősen a pécsi ítélőtábla is felmentette őt, mert nem lehetett kétséget kizáróan megállapítani a bűnösségét. Egy új vallomás szerint azonban egy férfi azt állította, aznap G. Balázzsal együtt mentek el a sértetthez, hogy kirabolják. Amíg azonban ő a lakás egy másik helységében volt, társa megölte a sértettet. A tárgyalás kedden folytatódik a pécsi törvényszéken. Január 1-ével elstartott a 2015-ös felsőoktatási felvételi időszak. A legfontosabb dátummal valószínűleg már minden diák tisztában van. Bő egy hónapjuk van még a fiataloknak a döntésre, mivel idén február 15-ig lehet jelentkezni a szeptemberben induló egyetemi és főiskolai képzésekre, írja a BAMA. A pontszámítás alapja nem változott meg az utóbbi évekhez képest. Aki alap vagy osztatlan képzésre, illetve felsőoktatási szakképzésre jelentkezik, összesen 500 pontot szerezhet. 200-200 pontot gyűjthet a tanulmányi és az érettségi eredményekkel, 100 pontot pedig többletpontként. Fontos azt is megjegyezni, hogy idén tovább emelkedik a minimum ponthatár. Az alap és osztatlan képzéseken legalább 280 pontot, a felsőoktatási szakképzéseken pedig legalább 240 pontot kell szerezni a bejutáshoz.
A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség, a FIFA is megemlékezett a 89 éves korában vasárnap este elhunyt Buzánszky Jenőről, a hatalmas magyarok, azaz a legendás aranycsapat utolsóként távozott tagjáról. A FIFA honlapján olvasható írásban emlékeztetett, hogy a 49-szeres válogatott jobb hátvéd 1950-ben debütált a nemzeti csapatban, amelynek ő volt az egyetlen olyan tagja, aki nem valamelyik nagy budapesti klubból került be a válogatottba. A Nemzetközi Szövetség kiemelte, hogy Buzánszky a megbízhatóságáról, valamint a támadásokat segítő előretöréseiről és jó beadásairól volt híres. A FIFA mindemellett megemlékezett az 1952-es Helsinki olimpiai aranyéremről, az angolok elleni legendás 6-3-ra megnyert mérkőzésről, valamint az 1954-es világbajnokságról is, ahol Buzánszky mind az 5 meccsen szerepelt. Az imént látott témában mai vendégünk Cerpán István, a PVSK elnöke, aki szeretettel köszöntök itt a Pontma stúdiójában. Én is köszöntöm a nézőket. Buzánszky Jenő labdarúgó hogy kapcsolódik a PVSK történetéhez, történetébe, hiszen ő is volt egy bizonyos ideig tagja, tiszteletbeli tagja a csapatnak. Igen, PVSK-hoz 1945 késő őszén került, és a PVSK színeiben futballozott a következő szezonban, és úgy érzem, hogy a PVSK következő időszakában, tehát 45 utáni időszakában működésbe nagyon sok példát meríthettünk az ő életéből, illetve az ő pályafutásából. Milyen technikája, taktikája volt, amit esetleg az utókor mindenképpen célszerű volt, hogy átvett? Volt-e ilyen? Én az emberi tényezőt emelném ki, hisz ha Buzánszky Jenőről beszélünk, akkor egy páratlan életpályáról van szó. Nem sokkal a PVSK-tól történő eligazolása után, ugye Dorogon folytatta a pályafutását, és ott is volt 30 évig. 52-ben már olimpiai bajnok volt, 53-ban tagja volt a legendás Wembley stadionbeli győzelembe. Győzelemnek 54-ben pedig világbajnoki ezüstérmes lett. Ugye akkor azt szerette volna mindenki, hogy aranyérem legyen, de ezüstérem lett belőle. Szerintem ezt is nagyra kell becsülni természetesen, bár akkor az emberek csalódottak voltak. Ez nagyon érdekes. Tehát én azt gondolom, hogy az életpályájából lehet nagyon sokat tanulni, és én azt gondolom, hogy mindenhol azért célszerű sokszor az emberi tényezőt keresni, és emögött van aztán a kiváló teljesítmény is. A PVSK-nál mennyit töltött, mennyi időt? Fél évet, de azért kapcsolata megmaradt, és nagyon érdekes, hogy 5 évvel ezelőtt személyesen találkoztunk vele, részt vett a PVSK közgyűlésen, és ott egy kitüntetést adtunk át neki, és hát többen ismerték a jelenlévők közül, és azt mondták rá, hogy megmaradt ugyanolyannak, mint amilyen volt. Egy szerény, alázatos embernek. Tehát őt ilyenek ismerték meg. Milyen, ez egy, végül is egy nagyon pozitív és tág fogalom. A konkrét vele való kapcsolódás abban a fél évben a csapattársaknak milyen volt? Milyenek voltak a visszajelzések? Mennyit tanultak tőle? Mennyire néztek fel rá? Gondolom, de mégis mennyire? Tehát az alázatot azt már említettem. Én azt hiszem, hogy egy sikerben az alázat az mindig egy nagyon fontos tényező. Az ott lévő csapattársakkal, akivel még tudott találkozni, nagyon szép emlékeket idéztek föl, és úgy találkoztak, mintha néhány nappal korábban váltak volna el, és ez nagyon érdekes és megható is volt látni. Hát nem kell mondanom, hogy Vastaps kísérte a rövid kis beszédét, és Jenő bácsi szerintem megmaradt ugyanolyannak, mint volt. Nemzetközi szinten Európa szerte is nagyon elismert játékos volt, hogy lehetséges ez, hogy jutott el ennyire konkrétan a csapattól függetlenül az ő személye ennyire a köztudatba. Példát mutatott, a küzdeni tudása az legendás volt, csatárként indult, aztán hátvéd lett belőle, és hát a hátvédek tudjuk, hogy kemény emberek, és a pályán mutatott magatartása az mindig elismerésre méltó volt, és ebből szerintem a többiek is mindig erőt meríthettek. Példakép volt, és én azt hiszem, hogy nem az, hogy például egy klubban volt 30 éven keresztül, tehát sportvezetőként is dolgozott a játékos pályafutása után Dorogon, ez is hatalmas dolog volt, és vidékről lett válogatott. Akkoriban a válogatottban egyedül ő volt vidéki csapatnál, a többiek mint fővárosi csapatból voltak, és
ez is példaértékű volt a többiek számára. Nagyon sok pozitív emberi tulajdonságot hallottunk most róla. Vezetőként azonban milyen kell lenni egy vezetőnek, szigorúnak, keménynek? Ő tudott-e ilyen lenni, vagy pedig másfajta emberi módszerekkel próbálta a csapatot kordában tartani? Én azt hiszem, hogy ő egy jelkép volt, és azt, amit véghez vitt, és amit tudott, ő ezt népszerűsítette. Ezt igyekezett minél jobban elfogadtatni, így dolgozott az MLS-nek is, és az elismertségét szerintem mindennél jobban jelzi, hogy a fiatalok is elfogadták, tehát ha különböző közönség találkozókon vagy előadásokon vett részt, mindig a fiatalokat is magával ragadta, és én azt hiszem, hogy ez nagyon nagy dolog. Vivieska tervez-e valamilyen megemlékezést a személyével kapcsolatban? Hát a búcsúztatására természetesen mindenképp ott leszünk, és most nagyon érdekes volt olvasni az életpályáját az országos médiában, és a PVSK-t is itt megemlítik, úgyhogy természetesen mi is el fogunk búcsúzni méltóképpen Jenő bácsitól. Köszönöm szépen, Szerpán is, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm én is. Az Egészséges 2015-ért címmel a Mecsek Maraton Team, a Fitbike Ese, a Futapécs, a Pécsi Életmód Egyesület és a Dozsó Ese közös egészségnapot rendezett a Civil Közösségek Házában. Sporttanácsadással, egészségügyi szűrésekkel és reform élelmiszerekkel várták az érdeklődőket a civilek. A babicsos diákok segítettek a szervezőknek a hétvégi egészségnapon. A fiatalok a közösségi szolgálat keretében vállalták az egészségügyi méréseket. Ez a testtömeg indexet lehet mérni, meg azt, hogy mennyi a hasi zsír, meg magasságot be kell állítani, meg az életkort. És amikor jön egy ember, akkor meg kell szorítani és ki kell nyújtani a kezét. És BMI-t is megmondja, hogy sovány vagy normális, és általában normális szokott kijönni, amit így eddig mértem. A véradással egybekötött egészségnapot 5 civil szervezet, a Mecsek Maraton Team, a Fitbike Ese, a Futapécs, a Pécsi Életmód Egyesület és a Dozsó Ese közösen szervezte. Igazából egy véletlen támadt ötlet volt, hogy fogjunk össze 3 egyforma dologgal foglalkozó egyesület, és szervezzünk egy közös véradást, és aztán úgy döntöttünk, hogy ha ezt a véradást egy kicsit tovább nyújtva, sportpszichológiával és hosszú távú sportolónak előadásával egy színvonalasabb programsorozatot csináljunk, amivel talán az egészséges életmód és a sportolásra tudunk bíztatni minél több embert. A Pécsi Életmód Egyesület, mint évek óta ezen a rendezvényen is az egészséges életmód és a sport elkötelezett híve, és ezen a véradás és egészségnapon az egészségügyi szűréseket csináljuk mi. Vércukormérés, testösszetétel analízis, Schüssler-arcdiagnosztika, vérnyomásmérésünk van, illetve dietetikus táplálkozási tanácsadásokkal látja el az érdeklődőket. A Pécsi Életmód Egyesület célja a megelőző szemlélet alapján az egészségnevelés, egészségfejlesztés, szemléletformálás, az egészségtudatos magatartás kialakításának segítése, támogatása minden korosztályban, valamint az ehhez szükséges segítségnyújtás, támogatás és a hiteles információk átadása. Pécsi Értékközösség elnevezéssel kezdeményez civil mozgalmat az Összefogás Pécsért Egyesület. A hétfőn megtartott beharangozó eseményen elhangzott, hogy sok civil szervezet érzi úgy, hogy háttérbe szorult másodrendű polgárai lettek Pécs városának. Ennek felszámolása érdekében az ÖPE olyan közösség létrehozását kezdeményezi, amelynek keretében az érintettek előmozdíthatják a város fejlődését különböző platformokon keresztül. Mindezek elősegítésére január 22-én a Magyar Kultúra Napjától válik elérhetővé a pecsért.hu weboldal, ahol minden releváns információ elérhető lesz. Ünnepelt hétvégén a PTE PEASZ vívó szakosztálya. Az elérhető írásos dokumentumok szerint az első magán vívótermet 1864-ben nyitotta Priger Miksa vívómester. A szakosztály közös ünneplése invitálta az egykor vagy jelenleg is vívó vagy öttusázó pécsieket. A 150 éves vívó ünnepi gálaestet a Magyar Szabja Vívó Iskola pécsi csoportjának bemutatója nyitotta. Az egykori és jelenlegi sportolók pedig vívó ruhába öltözve várták a barátságos csapatverseny mérkőzéseit. A december végén volt egy felnőtt magyar bajnokság, ami jól sikerült, 3. lettem egyéniben, csapatban 6. lettünk. Az egyének nagyon örültem, mert volt egy kisebb hullámvölgyem, és ebből sikerült úgymond egy kicsit kimászni. Hát most január végén lesz egy felnőtt világkupa Heidenheimben,
arra készülünk gőzerővel. Nekem ez érzelmi szálak kötődnek. Amúgy ezt a vívótermet én hoztam létre, pontosan azért, mert ez egy olyan sport, amit a szabadidőben a gyerekek is nagyon jól tudnak űzni, és nagyon is szeretik, és hát ez most már 15 éve működik ez a vívó szakosztály itt az iskolában. Az egyik legszebb, legnemesibb sportág 150 éve van jelen Pécsett. Egyetemi sportklubként 1923 óta működik a PTE PEAC vívó szakosztálya. Megszámlálhatatlan, hogy a kezdetektől hány pécsi lakost, vagy épp átutazó, itt dolgozó, itt tanuló fiatalt győzött meg magának a sportág élethosszig, vagy akár csak egy próba erejéig. Nagy örömünkre szolgál, hogy már láthatóan ilyen sokan eljöttek erre a rendezvényre. A célunk az, hogy minél jobb közösséget építsünk a vívás hátteréhez, ez biztosíthatja a fejlődésünket, a folyamatos fejlődésünket. A gálaestet Páva Zsolt polgármester, az egyesület egykori vívója nyitotta meg. A Magyar Vívószövetség elnöke Csampa Zsolt köszöntőjében kiemelte, a magyar vívás eredményeihez bőven hozzájáruló 2014-es sikereket, köztük Berta Dániel és Tóth Gergely kitűnő Európa-bajnoki és világbajnoki szereplését. A közös fotózást követően a fogadás és a vízkereszt vagy vívni akartok, az 5. szenior vívó és öttusa találkozó barátságos csapatversenye szórakoztatta a résztvevőket, akik multidéző beszélgetésekkel zárták az estét. Híradónk végén főbb híreink röviden. Made in Pécs díjat kapott a Zsolnai Színház. 2014-ben fél tucat előadást állított színpadra Pécsett a Teátrum. 5 civil szervezet közös egészségnapot rendezett hétvégén. Vívó szakosztálya közös ünneplése invitálta az egykor vagy jelenleg is vívó vagy öttusázó pécsieket. Mára köszönöm figyelmüket, friss híradással legközelebb kedden jelentkezünk, viszontlátásra!